A pécsi tükebusz kérése is szerepelt a Város Költségvetési és Gazdasági Bizottsága előtt szerdán. A helyi buszközlekedést végző cég az ütemezett támogatásán túl további pénzt kért a működtetésére az önkormányzattól. Az előirányzott rendesen neki ebben a hónapban járó 140, mintegy 140 millió forint mellett még mintegy közel 100 millió forintot kell a városnak hozzátenni ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a cégnek a működése. A jobboldali képviselő a bizottság tagja szerint nem elég az éves támogatás, mert olyan rossz anyagi helyzetben van a tükebusz. A tükebusznak van egy éves támogatása, amit ugye a város minden évben folyósít a cég részére. Most azonban az idei ütemet ütemtől eltérően előrébb kellett hozni ezeknek a kifizetéseknek egy részét, különben Pécset a tömegközlekedés az nagyon nagy bajba került volna, konkrétan a csőd szélére került volna a cég, és hát ez már a napi működését fenyegette a tükebusznak. A bizottság MSZP-s elnöke szerint nincs csőd közeli helyzet a buszos cégnél, azonban van min javítani. Én nem mondanám, hogy baj van a közösségi közlekedési cégnél, gyakorlatilag a működést biztosítjuk, valamint azt biztosítjuk, hogy olyan célokat tűztünk ki a mai bizottsági ülésen a vezérigazgatónak, hogy például csökkenjenek a járatkimaradások száma, mert nagyon sokan panaszkodnak ezekre a problémákra. Tehát ezt kifejezetten szeretnénk elérni, hogy minimalizáljuk a járatkimaradást. Azt is célul tűztük ki, hogy a jegyár változtatása nélkül próbáljuk a bevételeket növelni a cégnél, tehát hogy hatékonyabban működjön a vállalat. Arra a kérdésre, hogy akkor miért kért plusz forrást a helyi járatokat bonyolító társaság, a bizottsági elnök a már korábban is hallott érveket hozta fel. A tüke meg az egész buszközlekedésnél az a probléma, hogy az inflációs helyzet miatt, illetve az üzemanyag áremelkedések miatt nagyon megnőttek a költségek, tehát az egész szektorra jellemző, nem csak a buszközlekedésre, de bárkinél, amikor fuvarhoz vagy szállítmányhoz, ugyanez a helyzet áll fent, tehát a költségek növekednek, és ugye nem célunk az, hogy a jegyárakat növeljük, így nyilvánvalóan a bevételeket csak úgy lehet növelni, hogyha többen használják a buszt, ugye ez a jegyárak mellett, tehát ezt szeretnénk elérni egyébként hosszabb távon. Mint ismert, sok panasz érkezik a céghez is arról, hogy kimaradnak a járatok. Tervezhetetlen, mikor jut el úti céljához a buszra szálló pécsi polgár. Ezen kívül a sofőrök bérigénye is felmerült nemrég, mivel órabéremelést akarnak. Szerintük a pénz az oka, hogy tavaly a buszvezetők 10%-a hajtott a tükét jobb ajánlat miatt. Jelenleg mintegy 250-270 járművezető van a cégnél, akiknek napi 1800 járatot kell végigvinniük az útvonalaikon.